Amikor a mindenható Isten azt helyezte a szívemre, hogy bemenjek a Gyergyói Baptista gyülekezetbe, és elmondjam azt, amit ő nekem mondott, akkor azt mondták, azzal vádoltak engem, hogy nem lehet úgy élni, úgy létezni, hogy ne tartozz valamilyen közösséghez, valamilyen vallási csoportosuláshoz, közösséghez. De emberek, ez hazugság. Egészen pontosan hazugság olyan értelemben, hogy az embernek nincsen szüksége semmilyen vallásra, semmilyen emberi csoportosulásra. És emlékeztek, hogy többször bizonságot tettem erről, hogy valahányszor emberi módon próbáltunk valamit megszervezni, egy találkozót, abból szinte katasztrófa született. Ne felejtsük el, hogy az Úr Jézus egyedül győzte le a halált, és az ő lelkét adta nekünk, a mindenható Isten. A Krisztus lelkét kaptuk, a Szent lelket kaptuk. Ami azt jelenti, hogy mi is egyedül kell legyőzzük a halált. Egyedül ő vele. Tehát egyedül a vőlegénnyel, személyesen. Viszont akik úgymond ezen az úton most indultak el, újszülöttek, rájuk ez nem érvényes. Hangsúlyozom, rájuk ez nem érvényes. Ugyanis, amit tapasztalhattam, az az, hogy az Úristennek úgy kedves, hogy ketten vagy hárman találkozunk. Ő is ott legyen közöttünk, és kijelentse magát nekünk. Tudjátok, hogy az elmúlt években nem csak én beszéltem, hanem voltak alkalmak, amikor többen beszéltünk egyszerre. Sokszor még egymás szavába is vágtunk. És annak is helye volt. Mindennek helye van. Az ég alatt, a nap alatt, ahogy mondaná Salamon. Annak is, hogy találkozzunk egymással. Amikor még a tojáshéj a seggünkön van, ahogy mondanánk köznyelven, akkor igenis szükséges az, hogy találkozzunk úgy, ahogy Isten nekünk mutatja. Nem emberi szervezésre, nem emberi szervezés szerint, hanem a Szent Lélek által. És el kell mondjam, az utam elején én rengetegszer találkoztam, rengeteg emberrel találkoztam, hogy igazából jóformán nem is válogattam. Ilyen értelemben mindenevő voltam, tehát mindenkivel örömmel találkoztam, akit érdekelt az igazság, aki a Krisztushoz fordult, aki újjá akart születni, akit érdekelt az ő szava. Tehát szinte éjjel és nappal intenzíven találkoztunk, főképp így a virtuális világban, Skype-on, sokat beszélgettünk, élőadásban voltunk, olvastuk az evangéliumot, arról beszélgettünk. És nincs semmi kétségem nekem afelől, hogy az Úristennek így volt kedves, sőt, ennek volt gyümölcse is. Megáldotta ezt a dolgot, és volt gyümölcse is. Mások is Istenhez forultak, mások is újjászületettek azáltal, hogy mi beszélhettünk, találkoztunk és beszélhettünk. Miért engedi meg az Úristen, hogy találkozzunk? Miért tartja ő fontosnak a közösséget? Az elején. Azért, drága emberek, mert, ahogy mondja Pál apostol is, nagyok a kijelentések, hatalmas kijelentések vannak. És igen, az igazság az, hogy én is hajlamos vagyok arra, hogy felfúvalkodjak. Az én testemben is ott van ez a hajlam, hogy felfúvalkodjak a kijelentések nagysága miatt. És az Úristen ezt a vágyat, vagy ezt a hajlamot úgy fegyverezte le az én esetemben, hogy amikor beszélgettünk, akkor nem csak én beszélgettem, hanem ő adott kijelentéseket Levikének, Tibornak, Kornéliának, Kingának, és úgy, akikkel beszélgettünk az idők folyamán, ugye, mert többször, most többel, több személlyel beszélgettünk. De többnyire így voltunk így együtt egy kis csapatban, akik beszéltünk. És azáltal, hogy hatalmas kijelentések jöttek mindenki által, nem csak általam, hanem mindannyiunk által, ezáltal megértettem azt, hogy ezek a kijelentések nem az enyémek. Tehát nincs nekem semmi okom arra, hogy felfúvalkodjak, vagy a magaménak gondoljak valamit, amit Istentől kapok. És igen, megóvott a mindenható Isten a felfúvalkodástól. Noha így is ugye meg voltam kísértve, és teljesen biztos, hogy többször szóltam emberi indulatból, belekevertem az én emberi indulatomat Isten kijelentésébe. Viszont épp ezt próbált ő ellensúlyozni azáltal, hogy nem csak én kaptam kijelentéseket, amiket megosztottunk a kiáltószón, hanem többen mások, akik ezen az úton vannak, kaptak kijelentéseket, amelyek által is inspiráltak engemet is, és minket is. És ha Jézusra gondolunk, akkor tudjuk azt, hogy ő 3,5 éven keresztül az apostolokkal együtt volt. Viszont 3,5 év után a legjobb barátja, a legközelebbi barátja megkísértette őt olyannyira, hogy őt sátánnak kellett nevezze. Távolsz tőlem, sátán. Te nem gondolsz az Isten dolgaira. Te az ember dolgaira, a test dolgaira gondolsz. Kísértesz engemet, távolsz tőlem, sátán. Az Úristen minket be akar vinni abba az állapotban, hogy egyedül győzzük le a halált. Miért? Azért, mert abból az egyszerű okból kifolyólag, mert egyedül kell meghalljak ezt a földi életet, egyedül kell otthagyjam. Nem apukával, nem anyukával, nem a tesókkal, nem az utitársakkal, hanem egyedül kell átlépjem
az élet és a halál küszöbét, egészen pontosan a testi halálnak a küszöbét. És ezért az Úristen egy idő után azt várja tőlünk, hogy hogyha ráhagyatkozzunk az ő féltő szeretetére, és bízunk abban, hogy amire nekünk igazán szükségünk van, azt ő nekünk megadja. Bőségesen megadja az ő szavát, és ezt előkaptam egy álmot az éjszakai, kedves utitársamat, Zsuzsát láttam álomban, és azt láthattam, hogy egy kört láthattam, és a kör szélétől, a kör peremétől befele ki volt rakva ilyen különböző kis mintákkal, mondjam azt, különböző grafikákkal ki volt rakva. És tudtam én ebben az álomban, hogy azok a kis minták, amelyeket ő kirakhat ebben a körben, a kör szélétől befele a kör középpontja irányába, azok valójában az ő bizonságai, az ő kijelentései. És azt láthattam, hogy vannak olyan minták, kis mintácsák ebbe a körbe berakva, amelyeket ő még nem ért rendesen. És én meg voltam kísértve azzal, hogy segítsek neki megérteni, hogy elmagyarázzam neki, hogy mit jelent az a minta, amit ő kapott. De az Úristen szigorúan rám szólt ebben az álomban, hogy ne segítsek neki. Ne segítsek neki, mert a tőle is elvárja ő már azt, hogy személyesen tőle kapja meg nem csak az álmokat, nem csak a kijelentéseket, hanem a megértést is. Ezt várja a mindenható Isten egy idő után, hogy teljesen ráhagyatkozzunk az ő hűségére, az ő féltő szeretetére. Különben fennáll a veszélye, hogy elveszünk. Fennáll a veszélye, hogy szó szerint, ahogy vádolnak, ugye, amivel vádolnak, hogy szekta, kiáltószó szekta, meg szektát hoztunk létre, szó szerint megtörténhet az, hogy szektát hozunk létre. Hogyha mi úgymond vallást, meg rutint, meg sablont csinálunk abból, hogy egymással találkozunk, vagy egymást kiigazítjuk. Tudjátok azt is, hogy némelyek, mert nem mindenkinek adta az Úristen, hogy szóljak. Volt olyan, például a minap is, hogy valakit fel kellett hívjak is kedvesen, alázattal, Istenfélelemben. Elmondtam neki azt, amit Isten nekem mutatott. Egy hibát követett ő el, nem vette észre. Noha Isten neki is jelzett a lelkében, nem vette észre, hibát követett el. És az Úristen nekem megmutatta, hogy milyen hibát követett el. És alázattal, Istenfélelemmel felhívtam őt, és elmondtam röviden, hogy figyeljetek meg, ezt láthattam meg Isten kegyelme által. És ő ugyanolyan alázattal és Istenfélelemben megköszönte nekem azt, hogy elmondhattam, tehát megmostam a lábát, mint ahogy nekem is többször megmosták a lábamat. Sokszor úgy, hogy nem is tudtak arról, hogy mit cselekednek emberek. Tehát volt olyan, hogy a kedves utitársak, Anna Mária által, az édesanyja által, Tibor által, szinte mindenki által az Úristen megmosta lábamat. Azáltal, hogy hallgattam a bizonyságukat, magamra ismertem az ő tévegésükben, az ő bűnvallásukban, magamra ismertem. Megláttam azt, hogy én is hibát követtem el. És így megtörtént a lábmosás. Szóval, térjünk vissza a lényegre. Egy idő után, drága emberek, az Úristen elvárja, mint ahogy Jézus is elvárt az apostoloktól, hogy teljenek meg szent lélekkel. Teljenek meg. Azt mondja, hogyha én nem megyek el közületek, nem fog eljönni rátok a Szentlélek. Hogyha szeretnétek, és igazán szeretnétek azt, amiről beszélek, akkor örülnétek, hogy én elmegyek az Atyához, mert akkor el fog jönni hozzátok a Szentlélek, és ti is önállóvá váltok Isten lelkével. Az Úristennek már pedig ez a terve. Én most nem azt mondom, hogy valaki ezt erőltesse, hogy akkor most már pedig te önálló leszel erőből, és megteszel mindent fogcsikorgatva, hogy önállósulj. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy egy ideig Isten megengedi, hogy beszélgessünk egymással, akár rendszeresen, éjjel-nappal, úgy, hogy mi is beszélgettünk, utána pedig elvárja azt, hogy ragaszkodjunk az ő féltő szeretetéhez, az ő féltékenységéhez. Miért mondja a Biblia azt, hogy féltéken Isten? Azért, drága embertársak, mert hogyha valaki hallja az én beszédemet, az én bizonságaimat, mint tudjátok, és nem csak az én bizonságaimat, hanem a bizonságtevők bizonságait, hogyha valaki hallja, Isten csodát tesz az ő életében, jeleket tesz, tehát gyógyulások is történtek például. És igen, az igazság, a Krisztusnak a beszéd, az ő kijelentése, amit mi kapunk tőle, annak gyógyító ereje van. Viszont az egészséget, amit te kaptál, azáltal, hogy hallottad, amit én mondtam, nem tudod te megtartani. Azáltal, hogy rám figyelsz. Tehát ahhoz, hogy te megtartsd azt az egészséget, amit úgy kaptál, hogy hallottad a kiáltószót, vagy más bizonságtevőket, azt te csak úgy tudod megtartani, hogyha megérted azt, hogy Isten miért féltékeny, miért féltőn szerető Isten. Tehát bizonságtevővé válsz magyarul.
fogadod az ő bizonságait. Mert mi történt? A mi esetünkben is ugye hát meg kellett történjen az, hogy szétváltak az útjaink. Tehát Levikével például, meg többiekkel sem nagyon beszélgetünk, legalábbis nem gyakran, ritkán beszélgetünk, ugye, hogy Isten adja néha, megadja azt az örömöt. De rendszeresen senkivel nem beszélgetek. És azt kell tapasztaljam, hogyha afelé indulna el egy barátság, vagy egy beszélgetés, hogy rendszeresen beszélgessünk. Nem érzem jól magamat, és úgy érzem, mintha meglopnám Istent. Vagy egészen pontosan, mintha megakadályoznám őt abban, hogy ő hozzám személyesen szóljon, és kijelentse magát nekem. Ebben az álomban azt láttam, hogy ő a kör peremétől, a kör szélétől, a kör centruma, a kör közepe felé rakocsálta ki a különböző mintákat, amiket kapott Isten, ezek az ő bizonságai voltak, az ő kijelentései voltak. Én pedig meg voltam kísértve azzal, hogy segítsek neki, mert láttam, hogy elakadt. És az Úristen szigorúan rám szólt, hogy ne tedd, mert most már tőlem kell megkapja a megértést is. Aki adja a képeket, az álomképeket, a megértéseket, a kijelentéseket, az adja a megértéseket is. És utána pedig azt láthattam, hogy azon a ponton, ahol neki én segíteni akartam, azon a ponton, hát egy kis türelemmel, egy kis várakozással megjött neki is a megértés. És akkora örömöt láttam benne, mint tényleg egy mennyei gyermeket láttam benne. Valósággal fürdőzött az atya örömében. Miért? Azért, mert személyesen kapta meg a megértést. Ahhoz a kijelentéshez, az álomhoz, ahhoz a kis mintához, amit Istentől kapott. És ez Istennek a féltő szeretete. Azt kívánja, hogy mindannyian önállóvá váljunk, mert hogyha nem vagyunk önállóak emberek, akkor törvény alatt vagyunk. Istennek a gyermekei, Krisztus gyermekei, önállóak. Ahogy a fiúnak élete van önmagában, úgy, ahogy az atyának élete van önmagában, úgy adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. Tehát mi nekünk teljes szabadságot akar a mindenható Isten. Ő nem azt akarja, hogy klikkesedjünk, 2-3-an, vagy 10-en, vagy 20-an, hanem azt akarja, hogyha az elején együtt is tanulunk Istentől, váljunk önállóvá, és vágyakozzunk arra, hogy teljünk meg Szentlélekkel, kapjuk meg a Szentlélek általi kerességet, a tűzkerességet. Ha valaki ezt hallja és nem kapta meg, imádkozzon, és kérjen Istentől megértést és látást, hogy hogyan áll ő a Szentlélek általi kerességgel, a tűzkerességgel. Mert ha az nem jön meg, akkor tudni kell azt, hogy az embernek nem a Krisztusban van a helye, hanem egy vallásban, egy gyülekezetben, ahol neki megmondják, megmondja a papbácsi, vagy a gyülekezeti pásztor, hogy mit kell csinálni. És így van rendjén emberek. Istentől így van elrendelve, hogy aki nem akar betelni a Krisztus lelkével teljes mértékben, az legyen törvény alá helyezve, még ezen az úton is. Noha Isten nekünk nem a törvényt adta, mert Pál apostol azt mondja, hogy kicsoda igézett meg titeket ti galáciabeliek, vagy nem tudom kikhez beszél, hogy amit lélekben kezdtetek el, testben akarjátok befejezni. Ügyeljetek emberek, ügyeljünk, mit csinálunk, mert hogyha rutint csinálunk a találkozásokból, abból, hogy mindent közösen akarunk csinálni, akkor már is létrehoztunk egy újabb szektát. És akkor okkal vádolnak a vádlóink, a kiáltószó vádlói, hogy igen, a kiáltószó az egy szekta, amelynek a székhelye Gyergyóban van, holott Isten nem így akarta, és most sem így akarja. Legalábbis nekem Isten megmutatta, hogy mekkora teher volna számomra az, hogyha én akarnék vezetni embereket, én akarnék embereket elvezetni az igazságra, vagy én akarnám megmondani nekik, hogy mit csináljanak. Ez egy óriási teher, emberek. Én senki fölött nem uralkodhatok. Fölöttem senki sem uralkodhat. Az Úristen engemet Jézus Krisztus által teljes szabadságra, hangsúlyozom, teljes szabadságra hívott. Mi van a kör középpontjában, a kör epicentrumában, amelynek a középpontja fele haladunk, a mi bizonságainkkal, a bizonságok fellegeivel, maga a mindenható Isten, a feltámadt Krisztus, a feltámadt és ma is élő Jézus Krisztus. Feléje tartunk, de az utolsó néhány lépést, emberek, csak ne egyedül tehetjük meg. Ez nem azt jelenti, hogyha a lélek úgy indít, hogy valakit megkeressünk, nem kereshetünk meg, dehogy is nem. Hogyha engem is a lélek arra indít, hogy keressek meg valakiket, akár Magyarországon, vagy Erdélyben, vagy Kínában, vagy Alaszkában, meg fogom tenni, teljesen biztos. Viszont az is teljesen biztos, hogy Pált és Pétert az Úristen nem hiába választotta szét. És minket is, Pál Levikét és Attilát nem hiába választotta szét az Úristen. Mert ő azt akarta, hogy mindenki az utolsó lépéseket, főképp ugye középtől arrafele,
egyedül élj meg a Krisztussal. És ettől, ha Isten még megadja ráadásul azt, hogy néha még találkozunk is, néha valaki engemet meglátogat, vagy én elmegyek, noha nem igazán járkáltam is sehova az elmúlt években. Hogyha valahova elmegyek és örömmel fogadnak, örömmel látnak, mert Isten úgy adja nekünk, akkor ezt megtehetjük. De az Isten szerelmére ügyeljünk, mert könnyen megtörténik a paráznaság. Mert az Ádám és Éva paráznasága is először hogy történt? Lelkileg. Annyira szerették ők egymást, még jó, hogy nem vettem feleségül Evét, vagy pedig ő engemet. Higgyétek el, hogy még a Biblia nevében is megtörténhetne a paráznaság és még a perverzió is. Mert hogyha sülve-főve együtt vagyunk, akkor azt mondja Isten, hát akkor én már házasodjatok össze, törvény szerint. Tehát Isten minket nem erre hív, hanem arra, hogy örömködjünk, mert mikor lesz teljes a mi örömünk? Akkor, hogyha én kaptam Istentől valamit, egy kijelentést, és egy álmot, mert például én is úgy álltam a minap, hogy kaptam valamit tőle, és nem értettem teljesen, és szinte depressziós voltam, hogy nem értem. De amikor jött a megértés, a felhőkben jártam, a bizonságok fellegeiben jártam, de ez nem fog megtörténni, hogyha mi határozzuk meg azt, hogy mikor szólunk hozzá a másikhoz, mikor szólunk bele az ő útjába, vagy akár rendszert csinálunk, akár az összegyülekezésből, vagy pedig a találkozásból. Tehát ebben az álomban Zsuzsa egyedül ment a kör közepe felé. Nem igazán kaptam, életemben két álmot kaptam vele, akkor és most. Nem igazán szoktunk vele sem beszélgetni, úgy rendszeresen, tehát ritkán, összesen kétszer-háromszor beszélgettünk, telefonon egyszer meglátogattak, ennyi volt. Tehát én jóformán, mint tudjátok, senkivel nem beszélgetek. Rendszeresen senkivel nem beszélgetek. Mert nekem is épp akkora, úgymond, vétek volna, mint mindenki másnak. És én, amikor megtapasztaltam azt az örömöt, amikor én kaptam Istentől megértéseket, kijelentéseket, álmokat és megértéseket azokhoz, azt az örömöt, amit én kaptam, amikor én ezt megértettem, én azt kívánom teljes szívemből, hogy mindenki megkapja. Tehát ragaszkodjunk az Istennek a féltő szeretetéhez. Mert Istennek a bizonság, a bizonságok fellegei úgy tudnak minket átmosni, hogyha mi személyesen kapjuk és adjuk azt, amit kapunk Istentől. Nem úgy, hogy másodkézből, nem úgy, hogy mások bizonságaiból. Mit mond Pál apostol? Ő azt mondja, aki nem dolgozik, ne is egyék. Persze a világi ember ezt szereti úgy értelmezni, hogy a fizikai hiába való munkára érteni, de teljesen biztos, hogy Pál apostol nem erről beszél, hanem a bizonságról beszél. Az atyánk szőlőjéről beszél. Az atyánk vetéséről, aratásáról beszél, hogy ottan dolgozzunk, legyünk bizonságtevők, mert úgy akarta Jézus, hogy mindannyian egyenként világítsunk, és külön-külön is. Mi történik akkor, hogyha ketten, vagy hárman, vagy ötön, vagy nem tudom hányan szövetkezünk? Az történik, hogy egy kemény üzenet 10 emberre hárul, és mind a 10 embernek a figyelme le van foglalva egy üzenettel. Holott mind a 10 ember kaphatnak külön-külön üzeneteket Istentől, úgymond egymástól eltérő üzeneteket. Tehát mindenki a maga helyén kaphatna Istentől üzeneteket, amit fontos kijelenteni. De azáltal, hogy mi megzavarjuk egymást a bizonságok fogadásában és megosztásában, azáltal vétkezünk a Teremtőnk ellen. És meg tud történni az is, hogy az a munka, amivel én megbizattam, az nem lesz elvégezve, mert én kedvességből, vagy udvariasságból, vagy illemből, vagy emberi megfelelésből próbáltam kedvezni valakinek, akár egy utitásnak, akár apámnak, anyámnak, bárkinek. Nem hiába mondhatta a lélek azt többször is, hogy vagyis a köznyelv, amit mond, hogy a pokol felé vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Vagy pedig azt mondta a lélek, hogy a pokolba illemből, udvariasságból, kedvességből és emberi megfelelésből megy az ember, mindenki. És ez sajnos meg tud történni, nem most sajnos, hanem ez így van, meg tud történni ezen az úton is, az igazság útján. És egyúttal megtagadnám az alkalmat arra, hogy fejjem a figyelmet arra, hogy akinek nem kell már hallgatni a kiáltó szót, hagyja abba, ne hallgassátok, tényleg. Én el kell végezzem a dolgomat. Ha azt kapom, hogy csinálok élőt, akkor élőt fogok csinálni. Ha fejtet fogok csinálni, akkor fejtet fogok csinálni. De tényleg az Úristen figyelmeztet némelyeket, hogy abba kéne már hagyják a kiáltó szó hallgatását. Miért? Hát pont azért, hogy szabaduljon fel a figyelmük, hogy ők is keresztelkedjenek meg, teljenek meg Szentlélekkel és tűzzel, és fájnak bizonságtevőkké, és világítsanak. Sokan azért nem világítanak, mert hallgatják a kiáltószót. Az jó, tetszik az nekik, de emberek, én nem akarok vétkezni. Én senkit sem akarok felelős lenni. Én tudom, hogy amiről beszélek, arra szükség van az interneten. Azt fontos megosztani, mert több ember tanulhat és okulhat ebből.
Viszont azt is tudom, hogy az én bizonságaim, amiket én megosztok az interneten, egyeseket abban akadályoznak, hogy Istenhez legyenek hűségesek. De mivel, hogy én elmondtam, hogy nem helyes az, hogy valaki hallgasson engemet folyton, és nem akarja megkapni a Szentlélek ajándékát, hogy ő is bizonságtevővé váljon, ezért én úgymond fel vagyok mentve a felelősség terhe alól. Mert én elmondtam többször, hogy nem engemet kell hallgatni, sőt, elmondhatom azt, hogy vannak emberek, akikkel sosem találkoztam, és magasan szállnak, talán sokkal magasabban, mint én, magasan járnak, bizonságtevők. Én például azt tapasztalom, hogy ha el vagyok foglalva azzal, amit én kapok Istentől személyesen, akkor nekem, ha tetszene is, hogy bizonságot hallgassak mástól, másoktól, egyszerűen nem volna időm. Nem lenne időm arra, hogy meghallgassam mások bizonságait. Miért? Azért, mert el vagyok foglalva, amit kaptam Istentől. És Isten ezért féltékeny, hogy ő le akarja foglalni a figyelmünket 100%-ig. Miért? Azért, mert amikor meghal a testünk, meghalunk itt a földön, akkor 100%-ig csak ő lesz, és senki más, csak ő is te leszel. Érthető emberek, hogy Isten miért féltőn szerető Isten, és miért féltékeny Isten? Ezért. Az utolsó percben, éppen úgy, mint Jézus, csak te leszel, és a mindenható Isten, a mennyei Atya. Nem lesz, akiben kapaszkodj, mindenkit el kell engedj, mindenkit úgymond fel kell adj Isten kezébe. De ha te ezt nem gyakoroltad be, azáltal, hogy kaptál Istentől megértéseket, kijelentéseket, mindennapi kenyeret, és megtörted, és megosztottad azt naponta, embertársaiddal, akár az interneten, akár élőben, ha te ezt nem gyakoroltad be, akkor fennáll a veszélye, hogy Jézus nevében fogsz elkározni. Ő elmondja azt, hogy van olyan, hogy azt mondják majd utolsó napon, hogy hát nem a te nevedben profitáltunk és tettünk nagy dolgot. És azt fogom mondani, hogy távozatok tőlem, ti gonoszlevők, sosem ismertek titeket, mert figyelmeztettelek, de titeket nem érdekelt. Hanem ti sajátos módon, a magatok módján akartatok gyülekezni, és akartatok úgymond megismerkedni az én szavammal, velem. Tényleg féltéssel mondom, amit mondok, hangom sincsen, kezd el menni a hangom. Féltéssel mondom, amit mondok, drága emberek. Szíveitek meg azt, amit kijelenthettem Isten lelke által, és higgyétek el azt, hogy az Úristen ezt a javunkra fordítja. Tehát ő nem az mi ellenségünk, hanem azt akarja, hogy teljes legyen a mi örömünk. De az én örömöm nem azáltal volt teljes, hogy én Levikével, vagy akár Tiborral, vagy akár melyikkel naponta beszélgettem. Az én örömöm akkor volt teljes, amikor én személyesen kaptam a kijelentéseket, és megosztottam azt embertársaimmal. Na ezt akarja mindenható Isten, hogy legyen teljes a mi örömünk. Legyen teljes a mi örömünk. Az újszülötteknek azt mondom, hogy az Úristen megengedi azt, hogy legyenek utitársak az elején, az út elején, akikkel lehet épülni, akár olvasni az evangéliumot, kapni megértéseket. De fel kell készülni arra, hogy mint ahogy az ember mindent elveszít, elveszíti a férjét, az apját, anyját, feleségét, gyermekeit, mindent elveszít, ugyanúgy el kell veszíteni az utitársait is. Ez a végső állomás. És ezt hogyan lehet megcsinálni legegyszerűbben? Hát úgy, hogy az ember azt mondja, hogy imhol vagyok, atyám, küldj engemet. Mert hogyha én így élek, hogy imhol vagyok, atyám, küldj engemet, akkor nekem nincsen szokásszerű, rutinszerű kapcsolatom és csevegésem senkivel. Tehát, hogyha kívánunk bekerülni az aratásba, a szőlőbe, és azt a munkát elvégezni, amit Jézus elkezdett, az apostolok folytattak, akkor teljesen biztos, hogy ettől a mindenható Isten felment. És nem kell a fogunkat csikorgassuk, hogy jaj, akkor most le kell mondjunk a barátunkról, apuciról, meg anyuciról, meg mindenkiről, hanem egyszerűen ez egyszerűen működik, Istenszerűen működik az egész. Mert áldása van neki azon, hogy váljunk önállókká, teljünk meg szent lélekkel, és úgy éljünk, és úgy világítsunk ebben a világban. Főképp ezekben az időkben, drága emberek, úgy érzem, hogy nem engedhetjük meg azt, hogy most akkor 5 bizonságtevő ugyanarról a dolgról beszéljen. Gyergyóban, egyik Gyergyóban, a másik Debrecenben, a harmadik Budapesten, és mit a Miskolcon, meg Udvarhelyen. Ezt nem engedhetjük meg, mert sok a munka, az aratnivaló nagyon sok, de kevés a munkás. A munkások be vannak kötözve a gyülekezetekbe. Be vannak kötözve kis szektákba, kis gyülekezetekbe, kis klikkekbe, úgymond klikkesedtek, és nem végzik a munkájukat. Fürdőznek a bizonságok fellegeiben, de ők nem bizonságtevők, nem világítanak. De Jézus akkor hazudott, amikor azt mondta, hogy ti vagytok a világ világossága. Hogyha ez rám nem igaz, hogy én vagyok a világ világossága, azt jelenti, hogy én vagy benéztem, vagy félreértelmeztem Jézus szavát.
túlságosan is, és fennáll a veszélye, hogy Istennek az akarata ellen harcolok. Na, hát nem kell félni, tehát ezt én most elmondtam emberi szavakkal, de az Úristen ezt elvézi mindenkiben. Egyenként mindenkiben, kivétel nélkül mindenkiben. Aki őszintén vágyik arra, hogy imhol vagyok, atyám, küldj engemet, teljesen biztos az Úristen ezt mindenkiben elvégzi. Ő azt akarja, hogy teljes mértékben a Krisztusra támaszkodjunk, az ő beszédére támaszkodjunk. És ne egymásra, mert az egymások el fognak veszni emberek. Ha valaki rám támaszkodik, és nehogy Isten, ma este meghalok, ma ilyen meghaltam viszont látásra, mire fogsz támaszkodni? Gyorsan futsz vissza a világba, futsz vissza a katolikus vallásba, futsz vissza a hitgyülekezetébe, futsz vissza a testiségbe, a perverzióba. Miért? Azért, mert nem gyökeresztél meg miben? A Szent Lélekben, Istennek a jelenlétében. Ügyeljetek, ügyeljünk, drága embertársak, mert Isten féltően szerető Isten, de csak azért, hogy minket teljesen megtisztítson, teljesen átformáljon, teljesen újjászüljön. És az ő féltékenységéhez szükség van a mi hűségünkre. Ő hiába féltően szerető Isten, hogyha én kétfelé sántikálok. Hogyha én Istenre is hallgatok, de ugyanakkor az utitársaimra is hallgatok, vagy másokra is hallgatok, úgy, hogy Isten azt mondja, hogy ne azzal foglalkozzak, mert ő ad nekem személyesen nagyon fontos kijelentéseket, amelyekre szüksége van a világnak, és nekem is, az én lelkemnek is. Aki megértette, mutassa meg embertársainak, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!